A kórus 21 évvel ezelőtt alakult meg énekelni szerető fiatalokból. Azóta sok felkérésnek tettek eleget, bejárták Vajdaságot, de a Kárpát-medence magyarjaihoz is ellátogattak. Két évente koncertkörutat szerveznek, és a szórványban élő vajdasági magyarokat keresik fel énekeikkel. Idei körútjuk végén a helybelieknek kedveskedtek. Az első állomásunk Budapesten volt, a Magyarság házában, a Dunapalotában léptünk fel. Valamint utána fölléptünk különböző helyeken, Bánátba, Bácskába, és ezt az egész koncertkörutat a temerini koncertünk koronázza. A karácsony az ajándékozás ünnepe. Hagyományossá vált koncertjükkel az ünnepi hangulatot szeretnék emelni. Az ősz óta próbálunk ezekre a koncertekre. Ugyanis hát van egy állandó repertoár már, amit föl kell frissíteni, tehát van olyan nagy repertoárunk, hogy tudunk már válogatni, hogy változatos legyen, ne mindegyik évben ugyanazt énekeljük. Azért is van az, hogy a helyi, a temerini koncertre igyekszünk vendég előadókat, vagy vendég kórust meghívni, hogy bemutassuk először is a helységben, tehát a mi közösségünkben zenével foglalkozó embereket, és hát esetleg barát kórusokat is. A koncert vendégeként a népzenével foglalkozó temerini Szabó család lépett fel moldvai karácsonyi énekekkel. Családi zenekarként a mai rohanóvilágban igen ritkán van alkalmuk fellépni. Nagyon megörültünk a fölkérésnek, és amikor kiderült, hogy mondjuk az időpont is megfelel családilag, tehát össze tudjuk hozni, hogy mindannyian itthon legyünk, akkor meg külön örültünk. Ilyen táv kapcsolatban voltunk, kicsit keveset próbáltunk, előképpen izgultunk, de hát ahhoz képest, hogy nem volt elegendő idő a közös muzsikálásra, azért elégedettek vagyunk ezzel a formációval. A kórus az éneklésbe bevonta a közönséget is, amely kitörő tapssal köszönte meg a produkciót. Az énekkar az Európa tájairól érkező szebbnél szebb karácsonyi dalokkal hozta egy kicsit közelebb az ünnep hangulatát.